Elnök úr, kormány megbízott asszony, polgármester úr, kedves vendégek! A Kasszakjárási Hivatal nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép rendezvényen. És nagyon örömteli számomra, hogy ebben az évben én már harmadik alkalommal köszönhetem majdnem ugyanezt a közösséget valamilyen átadó ünnepségen. Hisz júliusban nagy boldogságunkra az Adi út 4 szám alatti ingatlan átadását ünnepeltük, ősszel a kisújszállási kormányablak átadása volt, és most pedig a karcagi kormányablak átadása következik. Rendezvényen nagy szeretettel köszöntöm Kovács Sándor elnök urat, a megyei közgyűlés elnökét. Megbecsüléssel köszöntöm dr. Kállai Mária kormány megbízott asszonyt. Szeretettel köszöntöm Dobos László polgármester urat. Örülök, hogy a járásunk településének polgármesterei is és jegyzői részéről is képviseltetve vagyunk. Köszöntöm Pádárné Erzsiket, a kenderesi polgármesteri polgármester, és jegyző urat, köszöntöm Karcagváros alpolgármestereit, kisújszállás aljegyzőjét, köszöntöm Berekfürdő polgármesterét, elnézést polgármesterről látom, hátrább ült Molnár János polgármesterét. Köszöntöm a kormányhivatal valamennyi jelenlévő munkatársát, és nagy-nagy szeretettel és megbecsüléssel köszöntöm körünkben dr. Szakari Erzsébet, meg nyugalmazott főigazgató asszony elnézést. Járási hivatal vezető kollégáimat köszöntöm nagy szeretettel, és nem utolsó sorban a kivitelezésben részt vett kollégákat. Már nevezhetem kollégáknak, hisz együtt dolgoztunk a kivitelezőkkel, elég sokat egyeztettünk, és én örülök, hogy itt vannak körünkben, és egy újabb munkájuknak a gyümölcsét tekinthetjük meg pillanatokon belül, és avathatjuk föl. Rendezvényünk elején egy műsorszámmal szeretnénk önöknek kedveskedni. Az Erkel Ferenc Művészetoktatási Intézmény tanulója fog zenélni számunkra. Székely Lea vibrafonon játszik Handel D-moll sakkon darabot. Zongorán közreműködik Koppány Mária tanárnő, felkészítő tanára Dudás Enikő tanárnő. Thank you.
Sajnálom, hogy már kiment a fiatal előadónk, de nekem nagyon-nagyon lelket gyönyörködtető muzsika volt, főleg itt advent idején, már tényleg legalább most egy kicsikét hangolódhatunk, már aki dolgozik, azért mondom, hogy most hangolódhattunk egy kicsit a karácsonyra való készülődésben. Én nagyon köszönöm a tanárnőnek és mindkét tanárnőnek, hogy a téli szünet pihenéssel töltendő óráiból most egy fél órát velünk töltöttek, és nekünk gyönyörű perceket szereztek. Én bízom benne, hogy a nap hátralévő órái is örömet szereznek mindannyiunk számára, a kollégáinknak és netán az ügyfeleknek is, amikor mi meg fogják tekinteni a hamarosan avatandó kormányablakunkat. A kormányablak átalakítása vagy kialakítása ugye a kormány céljaival összhangban valósult meg az ország jó néhány pontján, hogy mindenütt egy egységes arculatú, modern közigazgatási helyszín valósuljon meg, mint ahogy történik ez Karcagon és a karcagi járásban. Ennek az avatásához, az ünnepi gondolatainak elmondására kérem föl kormány megbízottasszonyt. Köszönöm a lehetőséget, tisztelt elnök úr, tisztelt polgármester úr, tisztelt rendőrkapitány úr, járáshivatal vezető asszony, nyugalmazott főigazgató asszony, tisztelt településvezetők, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim. Én magam is azzal kezdtem volna, mivel a hivatalvezető asszony, hogy megszólalni egy ilyen gyönyörű muzsika után egyrészt, másrészt meg annyira fantasztikus, amikor mester és tanítvány együtt zenél. Azt gondolom, hogy Karcagon, meg hát sok más városban, sok más településen, hál' Istennek a megyében találkozunk hasonlókkal, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon köszönjük, és valóban azt, hogy a téli szünetből is áldoznak ide időt, ezt pedig külön megtisztelőnek tartjuk. Hogyha egy kis időutazással hívom az itt lévőket, hát egy olyan időintervallumban, amikor még egyikünk sem élt, 150 év ez az időintervallum, aminek most részese vagyunk a jelenben, az utóbbi 150 esztendőnek a legnagyobb fejlesztése, ami ma a magyar közigazgatásban zajlik. A kormány, ahogyan hivatalvezető asszony is mondta, 2010-ben döntött úgy, hogy elég, szakítani kell azzal a gyakorlattal, amikor nem az állampolgár, nem az ügyfél, nem az ügyeit intézni akaró ember áll a középpontban, olykor esetben akár kiszolgáltatott helyzetben is, ezt teljes egészében egy kultúraváltással fordítani kell. Tudjuk természetesen, hogy egy kultúraváltás időt igényel, és az elmúlt esztendőben azt gondolom, hogy számos olyan eredményről tudunk bizonyságot adni, amely ennek a döntésnek a következménye. A legnagyobb elvárás a közigazgatás modernizálásának az abszolút ügyfélbarát közigazgatás megteremtése, az abszolút hatékony, költséghatékony, erőforrásban időben nagyon hatékony, és alapvetően egy nagyon gyorsan és magas szakmaiságban zajló folyamat. Egy olyan közigazgatás megvalósítása, amelynek nagyon komoly hívó szavai az egyszerűség, a gyorsaság, a szakszerűség, a költséghatékonyság, hát ezen az úton vagyunk most. Én úgy gondolom, hogy mindannyian tudjuk, hogy van még mit lebontani, van még mit változtatni, de azt is tudjuk, azt gondolom, hogy számos érzékelhető, mindenki számára valósan érzékelhető eredmény van. Átalakult a közigazgatás szinte teljes intézményrendszere, létrejöttek a kormányhivatalok, és 30 év után újra az új típusú járások, amely azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos intézkedés volt, és az idő bizonyította, hiszen a járási hivatali rendszer, járási hivatal vezető kollégáim itt vannak, járási hivatal munkatársai közül is többen, az idő igazolta ennek a helyességét. Az ellenpolgárok elvárásainak a meghallása egy nagyon fontos kihívás ennek a kultúraváltásnak, nagyon fontos látens igényeknek az észrevétele, és tulajdonképpen maguk a kormányablakok ennek a fejlesztési logikának a mentén nyíltak, hiszen egy olyan rendszer, egy olyan hely, ahol valóban ott adott településen a lehető legközelebb egyszerre több ügyet is lehet elintézni. Az első fejlesztési lépés volt tulajdonképpen, amikor 2011. január 1-én, igaz, hogy 29 településen és 29 ügykörrel, de megnyíltak az első kormányablakok, jelesül a mi megyékben akkor még csak a megyeszékhelyen, és akkor a 29 ügy elintézéséhez képest a mai nap elmondhatjuk, hogy 509 ügy intézhető el, és ez az ügyszám jelentősen fog fejlődni a következő esztendőben 1000 fölé is. Valóban emlékezünkben él az az időszak, amikor papírokkal kellett szaladgálni egyik hivatalból a másikba. Ma egy helyre megy be egy állampolgár, egy helyen intézik az ügyeit, egy helyre megy vissza, és úgy gondolom, hogy ez egy végtelen fontos kérdés és nagyon fontos eleme a közigazgatás átalakításának.
Elmondhatjuk azt is, hogy az elmúlt 5 esztendőben nagyon sokat változott a hivatalvilága. Számok, tények mutatják, hogy az állampolgárok bizalma erősödött, és egyre többen vélekednek pozitívan az egyablakos ügyintézésről. Nagyon jók a mutatóink, nagyon szeretik az emberek, ezt mindenféleképpen tudjuk igazolni. Az ügytípusok persze egy széles palettát mutatnak, hiszen hogyha az ember belegondol a születésétől, a nyugdíjba vonulásáig, szinte minden élethelyzethez, minden életfeladathoz kapcsolható kormányablak ügyintézés. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen gyakorlatilag egy állampolgár sok esetben nem is pontosan tud minden egyes feladatát, hogy mit kell teljesíteni, de azon kívül, hogy ott egy adott feladatra megoldást kell, hogy kapjon, számos olyan dologban is, amit nem pontosan tud, útbaigazítást kell, hogy kapjon, hiszen azt gondolom, hogy a magas, korszerű, színvonalas közigazgatás egy nagyon komolyan szolgáltatás típusú közigazgatás, egy olyan szolgáltatás típusú közigazgatás, ahol figyelünk az ügyfelek kifejezett és meg nem fogalmazott úgynevezett látás igényeire. Természetesen mindenhez nagyon fontos egy jó back-office háttér, egy nagyon fontos egy jó informatikai háttér, de amilyen fontosak az ügyfeleink, legyenek állampolgárok, települések, legyenek vállalkozások, cégek, magánszemélyek, civil szervezetek, legalább olyan fontos a velünk dolgozó munkatársaink tudása, képessége, akarata, elkötelezettsége, amit én nagy tisztelettel köszönök meg ebben a járásban is minden kollégámnak, hiszen egy új típusú tudásra van szüksége, sokkal komplexebb látásmódra, és adott esetben mindenek fölött és minden helyzetben az hozzánk forduló ügyfél maximális szolgálatára. 2012-ben magán a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen is egy olyan felsőfokú közigazgatási képzés indult, amely hivatott erre képezni az itt dolgozó munkatársakat, a majdani dolgozó munkatársakat is, illetve maga az egész továbbképzési rendszer átalakult, mind a 2010-es Nemzeti Ügyek Kormánya döntésének megfelelően. Természetesen a kormányablakok egy abszolút közeli, egy abszolút személyes, közvetlen találkozást biztosítanak az állampolgárokkal, ezáltal a munkánk eredménye azonnal látszik. A kormányablakaink azok az egyik azon helyszíneknek, ahol a munkánk eredménye vagy fejlesztendő pontjai azonnal kifejezésre is jutnak. Ebből a találkozásból abszolút lemérhető a közigazgatáshoz való ügyféli viszony, állampolgári viszony, abszolút lemérhető az a hit, az a bizalom, hogy bíznak-e az állampolgárok, bíznak az ügyfeleink az új közigazgatásban. Természetesen mindannyian tudjuk a személyes életünkből is, hogy egy bizalmat azt megteremteni meg lehet. Ez sem egyszerű, ám de azt megtartani, szinten tartani nap mint nap, minden egyes hivatásban, úgy gondolom, hogy minden egyes hivatásban minden napnak a feladata, de hát azt gondolom, hogy ez természetes, de ezt mindenféleképpen tudni kell. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a kollégáim munkája következtében a mi kormányhivatalunk kapott az országban először arra lehetőséget, hogy kidolgozzon egy olyan modellt, amely további alapja lehet a minőségi szolgálatnak, a minőségi szolgáltatásnak a magyar közigazgatásban. Ennek a modellnek nagyon fontos eleme az ügyfeleink elégedettsége, az ügyfeleink elégedettségének a vizsgálata, illetve az ügyfeleink véleményéből adódó fejlesztések kimunkálása. Az elégedettségen túl nagyon fontos mutató az elvárás. Mit várok el? Hiszen, hogyha nem tudjuk meg, hogy aki hozzánk jön, velünk kapcsolatba lép, mit vár el, mi tudunk valamit nyújtani, és ha sem tudjuk, hogy ezzel mennyire elégedett, akkor azt gondolom, hogy hozhatunk fejlesztéseket, mondhatjuk azt, hogy minden nap igyekszünk javítani a munkánkat, mégis úgy gondolom, hogy csak arra nem fókuszálunk, akiért vagyunk. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon fontosak azok a mérések, amelyeket a megyében 3 járásban, Jászberény, Szolnok és a Kunszentmártoni térségben végeztünk. Az állampolgárok, vállalkozások, civil szervezetek véleményét bírjuk hivatalunk munkájáról. A mérésből kiderül az, hogy a kormányhivatal által kezdeményezett ügykörök számát a válaszadók 82%-ban megfelelőnek látja. Sokféle mérési aspektus van, én most egy dolgot emelek ki, izgalmas és érdekes, hogy az ügyintézés időtartamával mondjuk, mert ugye nyilván az idő egy nagyon komoly erőforrás napjainkban. Nyilván az ember nem pótolja semmi, mint erőforrás, nyilván fontos a pénz, de az idő egyre jobban felértékelődik, ezért mindenki azt várja el, hogy betérek egy ügyfélszolgálatra, betérek egy kormányablakba, de már 2 perc múlva a kezemben is legyen minden, és már mehessek is a munkámba tovább. Gyakorlatilag 46%-a az ügyfeleknek azt várja, hogy 10, maximum 15 percben el tudja intézni az ügyét.
Ez az elvárás kinek-kinek reál, és ki gondolja túlzó, de a megvalósulás például ebben a tekintetben még csak 36%-a mondja azt, hogy ennyiből a el tudja intézni. Tehát komolyan megvan az a fejlesztési pont, hogy technikában, emberi munkában, tapasztalatban, erősebb back office-ban. Tehát azért fontosak ezek a gondolatok, mert valóban nagyon komolyan kijelölik a fejlesztés irányait. Izgalmas kérdés, ami például a járságban merült föl, és a három járás kiválasztása az egy adott dolog volt. Én úgy gondolom és azt remélem, hogy két év múlva a következő járásokra kerül sor, vagy másfél év múlva, de izgalmas kérdés, hogy mondjuk a versenyszféra elvárása mondjuk egy ügyintézői udvariassággal 100%. Nincs mese, 100%. Hál' Istennek az elégedettség is ilyen volt. Vagy a versenyszféra elvárása az ügymenetek elmagyarázásának tisztaságával, az érthetőséggel, hogy megértsük röviden a többoldalas prospektust, vagy ilyen többoldalas ügyiratot, abban is 100% volt az elvárás. És az elégedettség is nagyon magas volt, 92%, de úgyis ott is van egy olló a 8%. Nyilván azt gondolom, hogy a 100%-os régiókban az ember ritkán mozog. Látjuk itt, amit most elmondtam, izgalmas, hatalmas tárháza a munkánk tükrének. Én úgy gondolom, hogy egy érettségi, fejlettségi szintet mutat, és úgy gondolom, hogy egy 5. évében forduló kormányhivataltól el is várható, hogy pontosan bírja, minél nagyobb körben bírja a munkájáról való véleményt. Én úgy gondolom, hogy a visszacsatolás a munkatársaink számára mindenütt megtörtént, illetve a települések vezetői számára a legutóbbi megyeháza dísztermében tartott polgármesteri fórumon szintén. Én úgy gondolom, hogy azokat az eredményekhez, amelyeket elértünk, elismeréssel lehet szólni, és azt kívánom, hogy a közösen hozott fejlesztési feladatunk, amik 2016-nak a fő kihívása a kormányhivatalunk életében, tudjuk teljesíteni. Természetesen az is nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy az az állami rezsicsökkentés, egy picit más témára, ami 10 milliárd forintot jelent az állampolgárok számára, gyakorlatilag az állami szolgáltatás díjai válnak ingyenessé. Harmadrészt nagyon-nagyon fontos a január 1-ével életbe lépő bürokrácia csökkentése csomag, amelynek hatását éreznie kell a versenyszférának döntésekben, ügymenetek rövidségében, bejelentési kötelezettségekben és nem-nem hosszú-hosszú procedúrákban. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan időszakba fordulunk, ahol mindezek még hatványozottabban fognak érzékelődni, vagy érzékelhetővé válni. Jelenleg napjainkban, most karácsony előtt két nappal, de két ünnep között is az országban tovább folynak a kormányablakok átadása. Gyakorlatilag ebben az évben, tehát december 31-ig elmondhatjuk, hogy az egész országban 200 kormányablak fog megnyílni. A mi megyénkben ez a 11. kormányablak, 2016-os esztendőben két helyszínen még Mezőtúron és Törökszentmiklóson fogjuk átadni a kormányablakot. Ezzel elmondhatjuk azt, hogy a második generációs, a 21. század követelményeinek valóban megfelelő közigazgatás reprezentánsai megtapasztalhatók minden járásunkban, és járásainkon túl, ugye még néhány településünkön, hogy mit is tudnak ezek a lehetőségek. Egységes arculattal, hasonló, közel hasonló, ám de a helyi lakosok igényeire építő, támaszkodó ügyfélfogadási idővel, akadálymentesítetten gyermekjátszóban várják az ügyfeleinket. Ugyanaz a minőség, ugyanaz az intézkedési mód elérhető Karcagon, mint Tolnában, Baranyában, Szabolcsban, Szatmárban, Csongránban. Tehát amikor ma oly fontos, sok aspektusból fontos kérdés az esélyteremtés, azt gondolom, hogy a közigazgatásnak ebben a vonalában, a kormányablak rendszerben, az egész országban egyforma eséllyel indíthatók azok az ügyek, amelyek a kormányablak hatókörébe tartoznak. Hivatalvezető asszony szólt már a karcagjárási fejlesztésekről. Itt a mai megnyitó során 38 millió forintból valósult meg a kormányablak felépítése, vagy megépítése, átalakítás. 12,5 milliós uniós forrásból, 8 munkállomással bízunk abban, hogy ahogyan eddig is hivatalvezető asszony vezetésével kiemelkedő minőségben szolgálja karcagjárás mintegy 42 ezer ügyfelét. Elmondhatjuk azt is, hogy a nemrégen avatott Karcag városban lévő járási hivatallal a közigazgatás méltó körülmények közé került a itt élők számára. Méltó körülmények közé került, hiszen legfontosabb az itt dolgozó munkatársak tudása, de én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos volt az a járási hivatal épület, amit nem nagyon régen adtunk át. Én itt nagyon nagy tisztelettel köszönöm meg távollétében és Fazekas Sándor miniszter úrnak, a térség országgyűlési képviselőjének, Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter uraknak, természetesen Dobos László polgármester úrnak és Kovács Sándor elnök úrnak, valamint hivatalvezető asszonynak, hiszen így ez a csapat nagyon sokat tett azért, hogy a kormányablakon túl
a járási hivatali rendszer Karcag városában méltó helyre kerüljön. Nagyon köszönöm kormány megbízott asszonynak ezt a nagyon szép beszédet, én őszintén mondom, mert annyira összeszedetten végigvitte a munkánkat és bemutatta maga a kormányhivatalon belül, talán mondhatom azt, hogy az ezévi tevékenységünket, és én is csak csatlakozni tudom, és ez most ismétlésnek fog tűnni, hogy megköszönjem a kormányhivatal vezetésének, főosztályvezető helyettes úrnak, Csikos Sándor úrnak és kollégámnak, a járási hivatal dolgozóinak, a kivállalkozásban résztvevő kivitelezőknek az együttműködést, és az, hogy zökkenőmentesen, és most mondhatom, hogy a harmadik már tényleg rutinból ment, tehát ez így, ahogy szokták mondani, a három gyereknél, és a harmadikat már rutinból neveljük, és nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Én nagyon köszönöm a polgármesteri hivatal részéről is, tényleg polgármester úrnak az együttműködést, de a hivatal dolgozóinak is, akik türelemmel viselték azt, hogy bizony nagyon összezsúfolva dolgoztak ők is miattunk. Jó, mi is zsúfoltan dolgoztunk, de remélem, hogy ez az állapot már kompenzálja, vagy az a látvány és az az ügyintézési lehetőség, amiben nekik is részük lesz. Kormány megbízott azt, hogy említette a szolgáltató kormányhivatalt, amely nekem is egy kicsikét szívügyem, és nekem, ahogy végig gondoltam azt, hogy a kollégák milyen lelkesedéssel és hogy dolgoztak, tették a munkájukat ebben az évben, Klein Sándornak az egyik mondata jutott az eszembe, és ezt engedjétek meg, hogy felolvassam. Ha természetesnek tartjuk, hogy örömünket lejjük a munkánkban, a fizikai és társas környezetünk örömteli légkört alkot, látjuk tevékenységünk értelmét és azonosulni tudunk szervezetünk céljaival, akkor ez a hely nagy valószínűséggel örömteli szervezet lehet. Én nagyon szeretném, és én azért is munkálkodom, hogy amellett, hogy szolgáltató kormányhivatallá váljunk, egy örömteli szervezet alakuljon ki a járási hivatal életében és a kollégák körében, mert ha a kollégák is érzik azt, hogy megbecsüléssel fordulunk feléjük, és egy olyan munkahelyi környezet van, ami például mint a kormány ablak, amelyet nem soká avatunk, az ügyfél is azt fogja tapasztalni, hogy az elégedett kollégák sokkal türelmesebben, gyorsan, precízebben dolgoznak. Én úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy nagyon fontos cél, és én nagyon boldog leszek, ha ezt el fogjuk érni, hogy a kollégáim úgy érzik, hogy szolgáltató kormányhivatal és egy örömteli szervezetként dolgozunk. Oly sokat mondtuk már a mai nap folyamán, hogy a kormányablak átadása. Én akkor tisztelettel kérem önöket, hogy fáradjanak le a kormányablakba, és az átadáshoz felkérem kormány megbízott asszonyt, polgármester urat és közülés elnökét, hogy váltjuk át a szalagot, és adjuk át a lakosságnak. Köszönöm szépen! Köszönjük.